alap bizonyítékát adta annak, hogy van esély az együttműködésre a köz- és felsőoktatási, a szociális, az egészségügyi és a kulturális ágazatok között van esélye a közös fellépésnek. Az elmúlt egy hét szolidaritási akciói és a jelen demonstráció is annak a bizonyítéka, hogy társadalmunk is megegyezést és együttműködést kíván. Köszönjük a bizalmatokat, köszönjük a támogatásotokat, amivel hozzájárultok a közös megújuláshoz! Sok szó esik ma a megújulásról, sok szó esik reformokról is, sok szó esik átalakításokról is. Mégis kevés szó esik arról, hogy a megújulásnak minden esetben ára van. A demokratikus döntéshozatal nagyságrendekkel több energiát, fáradtságot követel meg, mint a kézi vezérelt folyamatok. Éppen ezért az előttünk álló munka során legfőképpen türelemmel kell lennünk egymás iránt. Ez nem lesz egyszerű. Társadalmunk végletesen elfáradt, kizsigerelt, és tagjainak egy jelentős része a napi túlélésre kényszerült berendezkedni. Látszóval minden a megújulás ellen szól ma. És mégis, most, amikor talán kríziseink már elviselhetetlenné váltak, a tűrhetetlen, elviselhetetlen állapotok megszokottá váltak, most értünk el oda, hogy kimondjuk, a megújuláshoz legelsősorban a kölcsönös szolidaritás felvállalása szükséges, ma ezért vagyunk itt! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket! Nagy dolog végignézni ennyi lelkes, bátor emberen. Immár sokadszor vagyunk itt, vagyok itt a Szalai utcában, a Míves épület előtt. Mindez idáig úgy tűnik, hogy az elmondottak hiába valóak voltak. Nem adom föl, nem adjuk föl, hiszek abban, hogy eredményt fogunk elérni. Elnézést kérek azoktól, akiktől plagizálok, de a saját gyerekem is közé tartozik. Volt egy álmom, a diploma, majd egy másik, még egy diploma. Annak idején viszonylag kevés varga betűvel, persze szigorúan az előírt elvárt időn belül, meg is szereztem őket. Nem fizettem tandíjat, néha-néha az utóvizsgák tarifáját kellett törlesztenem, de hát így jártam. Ha ma kellene a felsőoktatásba járnom, ezt nem tudnám megtenni, mert nem tudnám megfizetni. Sem én, sem a szüleim, ha még élnének. Nem tudnám megtenni, hogy a felsőoktatásban vegyek részt, mert a hatalom totális támadást indított a tudás ellen. A múlt heti diákdemonstrációban láttam egy transzparenst, a hatalom fél a tudástól. És milyen igaz? És mivel fél, legjobb védekezésként támad. Hihetetlen összegeket von ki a felsőoktatásból, a közoktatásból, erőszakosan központosít, majd ő megmondja, hogy milyen szakra van itt szükség, tudomást sem vesz, bár mindig ráhivatkozik a piac igényeiről, szembe megy az unió elvárásaival, szembe megy saját vállalásaival, szembe megy velünk. Nem lesz tandíj, szól a legújabb megvilágosodás, hiszen a miniszterelnök megértette. Azok, akik megugorják a szintet, nem lesz tandíj, csak tudáskorlát. És arról, hogy ezt milyen magasra helyezik, már nem beszélnek. Azok, akik megugorják ezt a szintet, nos, ők tandíjmentesek lesznek. Az a néhány tízezer, maga, akik így is a felsőoktatásban szeretnének tanulni, na, azoknak fizetni kell, mint a katonatiszt. Nem tandíja. Azt eltörölte a kormányfő. Hozzájárulást. Mennyit? Kinek mennyit? Kinek mit dob a gép? És persze nem lesznek keresztszámok sem, mint tudjuk, központilag. Ezeket a keresztszámokat majd az intézmények fogják megjelölni, ki meghatározni saját pénzügyi állapotuktól függően. És persze szerződni is kell arról, hogy akik elvégzik az egyetemet, főiskolát, azok itthon fognak dolgozni. Ezt hívják rökközkötésnek, bárki bármit mond. Persze van ennek egy másik, korrekt fajtája is. Szerződni kellene arról, hogy a frissen végzett diák kap állást,
és hozzá tisztességes fizetés szép hazánkban. Ennek betartása a kormányt terhelné, és az államot. Nem is értem, miért nem jutott eddig eszükbe. Nincs levédve az ötlet, ezt felajánlom szíves hasznosításoknak. Mivel eddig úgy tűnik, ez nem jutott eszükbe, mindent megtesznek a köznevelési törvényben szabályozottan, hogy hihetetlen mértékben szűkítsék a már gimnáziumokba bejutók számát is. Már a felvételiknél komoly falakat emelnek, és annak sem jár diadalmenet, aki szerencsés és gimnazistaként töltheti középiskolai éveit. Mert a jövő szeptemberben életbe lépő új nemzeti alaptanterv olyan mennyiségű lexikális tudást követel meg, ami teljesíthetetlen és indokolatlan. Mindeközben lecsökkentették a tankötelezettség felső határát 16 évre, mondván, aki nem akar tanulni, az elmehessen dolgozni. Hová? Képzettség nélkül? Kinek kell ilyen munkavállaló? Hova kerülnek ezek a gyerekek, mert gyerekekről van szó, ha nem máshova, mint az utcára? A pedagógus szakmai és érdeklődémi szervezetek, a szülők szervezetei, többek között a hálózat a tanszabadságért, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, az oktatási oktatók hálózata, szülők hálózata, hiába tiltakoztak, figyelmüket figyelembe se vették. Nem maradt más lehetőségünk, mint a demonstratív fellépéssel jelezni, hogy nem tolerálható tovább a kormányzat minden valós egyeztetés nélküli munkamódszere. Sztrájkbizottságot alapítottunk, amelyben megfogalmaztuk legfontosabb követeléseinket, az államosítás felfüggesztéséről, a közszféra 20%-os béremeléséről és az életpályamodell átgondolásáról. És mivel pedagógus vagyok, ezért ez most a közoktatásról és annak irányítóiról szól. Egy rövid két sor. Ez a világ nem testálódott múlthoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, és csak egy külön van, aki bátrabb. Most következik egy ilyen ember, a Diák Ellenállás a Felsőoktatásért mozgalom képviselője, Ábrahám Máté. Félreértett miniszterelnök úr! Múlt heti beszédemben arra bíztattam, hogy találkozzon fiatalságával, de nem az Orbán fiúkra gondoltam. Elfogadhatatlan, hogy a Fidesz vezetője megbeszélte a Fidesz jövőbeni vezetőivel, hogy mi legyen a mi jövőnkkel. Az lehet, hogy mi középiskolás diákok nem értettük a tervezett változásokat, de hogy az egyetemisták, a tanárok, még a rektorok sem értették, az több, mint gyanús. Higgy el, miniszterelnök úr, sokan értették. Éppen ezért ellenzik. Egyre többen támogatnak bennünket, például szépírók, nyugdíjasok, tanárok, de még sorolhatnám, mert értékelik azt, amit sok diák tett a múlt héten. Hideggel, széllel dacolva, minden nap hallattuk a hangunkat az ország több pontján is. Íme! Most megjelent egy újabb generáció, amelyik hisz az összefogás erejében, a szolidaritásban és a szabadságban. A tüntetésekre reagálva furcsa dolog történt a hétvégén. Amit egy egész apparátus nem tudott megoldani fél év alatt, azt Orbán Viktor egy rövid romkocsmai beszélgetés után egyszeriben megoldja. Hirtelen felébredt Csipke Rózsika álmából. Ez két dolgot jelenthet. Az egyik, hogy a minisztérium alkalmatlan a feladatára, ebben az esetben, ha a vezetőik adnak valamit magukra lemondanak, vagy kézi vezérlésű a rendszer, nem hagyták, hogy a szakértők elrontsák a koncepciójukat. Nevezhetik ezt divatos kifejezéssel unortodox demokráciának, ez azonban egyszerű diáknyelven diktatúra. Ne feledjétek, ha a miniszterelnök úr elég erős ahhoz, hogy szinte bármit megadjon, ahhoz is van hatalma, hogy bármit elvegyen tőlünk. Most van csak igazán nagy zűrzavar a kormánynál. Most, mikor tízezrek tervezik megalapozni jövőjüket. Egyik nap ezt mondják, másik nap azt.
Nem elégszünk meg a félreérthető ígéretekkel. Elég volt a hatalom egymásra mutogatásából. Elég a kézi vezérlésből, elég a fejünk fölött hozott átgondolatlan, másnapra érvénytelen döntésekből. Most mi is az igazság? Nevezhetjük unortodox igazságnak, ez diáknyelven szimpla hazugság. Éppen ezért a diák ellenállás a felsőoktatásért mozgalom országos akciót indít. Minden egyes a jövőért harcolni kész középiskolás szerdán, tehát holnap után, 2-től 3-ig saját iskolája előtt, néma csendben állva várja a változást. Ez lesz a csend hangja. Ezzel válaszolunk azokra a vádakra is, melyek szerint a diák tüntetők csak üres hőzöngők, botránykeresők. Diáktársaim, csatlakozzatok! Mutassuk meg, hogy elegünk van a komédiából. Kiszámítható, igazságos és 21. századi felsőoktatást követelünk. Ezt nem lesz könnyű összehozni néhány óra alatt. De mi várunk, és most még csak csendben várunk, várjuk a megoldást. Ezzel azt szeretném megköszönni, és hadd mutassam be következő fellépőinket, Turay Esztert és Gács Annát a felsőoktatás területéről. Sziasztok! Hello! Megrendezett konzultáció néhány fidelitasossal? Komolyan? Gratulálunk! Ez aztán a társadalmi párbeszéd. Sőt, a miniszterelnök úr akkora demokrata, hogy meghallotta, hogy a népnek nem tetszenek a keretszámok, erre azt mondta, hogy oké, akkor nem lesznek keretszámok. Csak az a baj, hogy ez nem több puszta kommunikációs trükknél. A kormány kommunikációs stratégiája abban áll, hogy kiforgatja a felsőoktatással kapcsolatos fogalmakat. Azt mondják, hogy nem tandíj, hanem diákhitel. Azt mondják, hogy nem lesznek keretszámok, de teljesen mindegy, mert ugyanazt el tudják érni a ponthatárok meghúzásával is. És hiába mondják azt, hogy nem lesznek keretszámok, hogyha a rögközkötés és a forrás kivonás továbbra is megmarad. A kormány kapkodva bedobott egy nevetséges, komolyan vehetetlen ígéretet, mert félnek tőlünk. Félnek tőlünk, és félhetnek is, mert sokan vagyunk, erősek vagyunk, élni akarunk, itthon akarunk élni, és nem fogjuk hagyni, hogy mások írják meg a jövőnket. Nem akarjuk kockakövekkel dobálni a rendőröket, hanem magunk mögé akarjuk őket állítani. Magunk mögé akarunk állítani mindenkit, akit sértenek a kormány intézkedései. Ki az, akinek nincs elege az álmokfutásból? Egy szűk hatalmi eliten kívül a kormány intézkedései mindenkinek okot adtak arra, hogy felháborodjon és ellenálljon. Ami nagyon jó volt még a múlt hétben, amellett, hogy megmutattuk, hogy nincs elegünk a demokráciából, az az, hogy azt is megmutattuk, hogy nem balhézni akarunk. Nem tettünk át semmiben, és erőszakmentesek maradtunk végig. A Fidesz kormány hatalomra kerülése óta a felső oktatásra szánt pénzt 66 milliárd forinttal kurtította meg. Olykor melveregetve, máskor gyáván, suttyomban. Hogy mindez a kormányon belül kinek a műve, az bennünket nem érdekel. Minket az oktatói hálózatban az érdekel, hogy miféle társadalom épül ott, ahol az egyetemmel ilyen mostohán bánnak. Megmondom, műveletlen és esélytelen társadalom. És miféle hatalmi képezet az, amelyik a meglopott egyetemeket gondnokság alá helyezi? Erre se nehéz a válasz. Csak az retteg a felelősségteljes autonóm intézményvezetéstől, aki maga nem képes rá. A minisztérium vezetőit éppen alkalmatlanságuk teszi alkalmassá. Fő tevékenységük a végletesen centralizált hatalmi őrület ájtatos kiszolgálása. Mindegy, hogy még több vagy még kevesebb egyetemista. Mindegy, hogy még több vagy még kevesebb egyetem, a még több hatalmon kívül nem tudják, mit akarnak. Mi tudjuk, mit akarunk. Az állam pénzügyi hozzájárulásának növelését. Olyan racionális felsőoktatás politikát, mely nem csak a piac szót mantrázza, hanem elismeri az egyetemek kultúra és tudásteremtő szerepét.
engedélyrendszert, amely a felzárkózást segíti elő, érdemi egyeztetés és szakmai alapú döntéshozatalt, és paranoid kézi vezérlés helyett felelősségteljes szakmai autonómiát. Ha egy kicsit is komolyan vesszük ezeket az ígéreteket, vajon ki fizeti meg az ingyenes és tömeges felsőoktatás árát? A hallgatói hálózat elsőként utasította vissza Orbán hízelkedését, amiért csodálom őket. Együtt állok itt ma este a képviselőjükkel, és ebben az égvilágon semmi meglepő nincsen. Sosem gondoltuk ugyanis másképp, mint hogy a jó egyetem közös ügyünk, hiszen nincsen jó Magyarország jó egyetemek nélkül. És két napja azt is tudjuk, hogy még valami összeköt minket. Amatőr operett előadásban nem vállalunk szerepet. Az egyetemi tüntetés sorozat mindenki számára megmutatta, hogy tanár és diák, rektor és tanársegéd szövetségesei egymásnak. És ma újak állnak itt mellettünk, hogy együtt követeljük a humán szférát érintő, büntetés számba menő pénzelvonás leállítását, a szakmai és társadalmi egyeztetések megkezdését. Együtt mondjuk, hogy nem tűrjük tovább a büntetést! Bár sötétben minden szónok fekete, mi világosban is hasonlítunk egymásra. Hasonlítunk például abban, hogy minőségi oktatást, izgalmas kulturális élményeket, emberhez méltó egészségügyi ellátást és erős társadalmi szolidaritást akarunk. És abban is hasonlítunk, hogy a műfüves focipályák víziója nem kárpótol mindazért, amitől Orbán Viktor kormánya megfosztott bennünket. Nem akarunk egy sivár, kietlen országban élni. De az a jó hírem van, hogy ahol a közéletben főszerepet kap az egyetem, ott repedezni kezd a hatalom épülete. És ennek itt is van az ideje. Mert ma, kedves barátaim, az a szomorú helyzet, hogy már csak egyetlen olyan kulturális és tanulási forma maradt, amely szívderítően fejlődik, és a kormánynak köszönhetjük. És pedig a tüntetés. Hát köszönjük szépen! Nem fogok óvatosan fogalmazni. Az Orbán kormány nem csupán a demokráciát, az alkotmányosságot és a jogállamot tekinti az ellenségének, hanem a jóléti államot is. Ami ma Magyarországon társadalompolitika címén történik, az vagy értelmetlen büntetés, vagy nyilvánvalóan elégtelen tüneti kezelés. Hosszú a sora azoknak a kormányzati intézkedéseknek, amelyeknek célja a jóléti állam leépítése és a társadalmi egyenlőtlenségek növelése. Ezeket az intézkedéseket a magyarországi kormány hozza, a magyar kormány, de nem Magyarország nevében. Magyarország érdekével ellentétben, a társadalmi szolidaritás és a testvériség eszméjével szemben, a magyar néppel szemben, nem a mi nevünkben. Nem a mi nevünkben fogadtak el egy szélsőségesen munkavállaló ellenes munkatörvénykönyvét és korlátozták a sztrájkjogot. Nem a mi nevünkben számolták föl a progresszív jövedelemadózást és csoportosítanak át évente súlyos 100 milliárdokat a gazdagoknak. Nem a mi nevünkben folyik a rokkantsági ellátások méltatlan, tisztességtelen felülvizsgálata, a munkanélküli ellátások szélsőséges korlátozása és az állástalanok értelmetlen, megalázó közmunkára kényszerítése. Nem a mi nevünkben költ milliárdokat a kormány arra, hogy 25 ezer fogyatékossággal élő állampolgártársunkat továbbra is olyan tömegintézményekbe zárja el, ahol semmiben sem dönthetnek szabadon. Nem a mi nevünkben tart százezreket nyomorban a kormány 22 ezer forintos segéllyel, 29 ezer forintos ápolási díjjal és 47 ezer forintos, legfeljebb 47 ezer forintos közmunkásbérrel. Nem a mi nevünkben korlátozzák az általános választójogot az előzetes regisztráció bevezetésével, amely százezreket fog kirekeszteni a demokratikus részvételből, tovább növelve a magyar társadalom amúgy is szélsőséges hatalmi egyenlőtlenségeit. És végül,
Nem a mi nevünkben kriminalizálják a szegénységet, és üldözik fedél nélkül élő honfitársainkat. A kormány szegényellenes és emberellenes társadalompolitikájának méltán vált szimbólumává a hajléklan emberek hatósági üldözése, amelyhez a miniszterelnök az Alkotmánybíróság egyértelmű döntése ellenére is ragaszkodik. Ez egyúttal jól mutatja a kormánypártok közpolitikai gondolkodásmódját is, noha a gondolkodás kifejezés valószínűleg túlzó. Zavaró a hajléktalanság? Tiltsuk be! De ne törődjünk azzal, hogy miért élnek emberek az utcán, így különösen a szociális lakáspolitika teljes hiányával. Sok a hiányzás? Vegyük el a családi pótlékot a sokat hiányzó gyermekek családjától, de ne törődjünk azokkal a problémákkal, amelyek kirekesztik a tisztességes oktatás lehetőségéből mindazokat, akik szegény családba vagy cigánynak születtek. Sok a bűncselekmény, szigorítsunk a büntető törvénykönyvön, de ne törődjünk a bűnözés társadalmi okaival. Sok a munkanélküli, fogjuk őket munkára, de ne törődjünk azzal, hogy az önkormányzati közmunkaprogramok sem létminimumot biztosító bért, sem pedig a munkanélküliségből való kilábalás lehetőségét nem biztosítják. Sok az abortusz? Foglaljuk bele az alaptörvénybe, hogy a magzat életét, már a fogantatástól kezdve, védelem illeti meg. De ne törődjünk sem a fogamzásgátlás, sem a szexuális felvilágosítás elterjesztésével, sem pedig a férfiak és a nők közötti hatalmi egyenlőtlenségek csökkentésével. Magyarországon bőven rendelkezésre állnak az ahhoz szükséges források, hogy minden gyermek részesülhessen tisztességes oktatásban, mindenkinek legyen hol laknia, és senkinek se kelljen fáznia, vagy éheznie. Ezek igen szerény célok. Táncsics Mihály ír arról az önélet leírásában, hogy gyermekkorában takarmányt és fát kellett lopniuk. Ez 200 éve volt. József Attilának szeret kellett lopnia ahhoz, hogy tudjanak fűteni. 100 évvel ezelőtt. Ma Magyarországon már 100 000 családban kapcsolták ki hátralékok miatt a gázszolgáltatást. 100 000 élnek olyan szegénységben, hogy az éhezés, a fázás vagy a bebörtönzés között kell választaniuk. Ha kifizetik a rezsit, nem marad pénz élelmiszerre. Ha rendesen esznek, nem tudják befizetni a számláikat. Ha fát vagy áramot lopnak, akkor a felnőtteket bebörtönzi a rendőrség. De ha nincsen rendes világítás vagy fűtés a lakásban, a gyerekeket viszi el a hatóság. A szegénység és a társadalmi kirekesztés valódi okainak orvoslása mindeközben fel sem merül. És a látszati intézkedések idővel törvényszerűen vezetnek el a büntető intézkedésekhez. Az a társadalom, ami nem költ bölcsödékre, óvodákra, iskolákra, kiterjedt szociális bérlakás hálózatra, a foglalkoztatás bővítésére, tisztességes munkanélküli ellátásra és a szélsőséges regionális egyenlőtlenségek csökkentésére, az idővel egyre többet költ majd rendőrökre és börtönökre. A jóléti állam leépítése kéz a kézben jár a büntető állam, a rendőrállam túlterjeszkedésével. Magyarország gazdasági fejlettségéhez képest az egészségügyi közkiadások szintje nagyon alacsony, mind a környező országokéhoz képest, mind pedig saját korábbi kiadásainkhoz képest. 2007-ben az egészségügyi közkiadások aránya több mint 500 milliárd forinttal alacsonyabb volt, mint a másik három visegrádi országé. Az egészségbiztosítási alap gyógyító megelőző ellátásokra fordított kiadásai reálértéken számolva 250 milliárd forinttal maradnak el a 20 évvel ezelőtti 1990-es szinttől. Nincsenek meg a feltételek a megfelelő színvonalú gyógyításhoz, annak ellenére, hogy a szakmai felkészültségében az élen járul. A kórházak és egyéb intézmények eladósodása miatt naponta szembesülünk ember, eszköz vagy gyógyszer hiánnyal, ami már most is veszélyezteti a betegellátást. Az elmúlt időszakban pont emiatt keresnek külföldön munkák kollégáink százai. 2011-ben a KSH adatai szerint 1419 orvos és 485 szakdolgozó távozott külföldre. A hiány csökkenése nem várható, mivel az orvosi egyetemeken diplomát szerzők száma 2009 óta kevesebb, mint a külföldre távozó orvosoké.
Egyre több szakvizsgázott, sok éves szakmai gyakorlattal rendelkező orvos hagyja el az országot, nem elsősorban a pénz, hanem a szakmai ellehetetlenülés miatt. Nincs idő pótolni a hiányt. Gyermekorvosként és anyaként mindkét oldalról rálátásom van a gyermekek ellátására. A megfelelő színvonalú, egyenlő esélyű ellátás a gyermekes esetén a jövőnk kulcsa. Még a legfrissebb adatok szerint a házi gyermekorvosok átlag életkora 57 év, a legtöbbet töltetlen házi gyermekorvosi praxis Szolnok megyében található, nem csak az alapellátásban, hanem a fekvőbeteg ellátásban is nagy a gond. Évente legalább 80 gyermekgyógyászt kellene kiképezni, hogy fenntartható legyen a rendszer. Ehhez képest közép-magyarországi régióban az idén meghirdetett 27 állást helyett sem tudták betölteni. Nem mindegy, hogy a beteg gyermekeinket 5 évig gyermekgyógyászatot tanuló és gyakorló csecsemő gyermekgyógyász szakorvos, vagy a gyermekgyógyászat területén pár hónapos gyakorlaton résztvevő felnőtt házi orvos látja el. 29 ezer aktív, egészségügyben dolgozó orvos van ma, sokan nyugdíj mellett is dolgoznak. A legújabb kormányzati tervek alapján jövő áprilistól a nyugdíjkorhatárt elért kollégáknak dönteniük kell a nyugdíj, azaz az éhhalál és a szerény munkabér között. Ez a döntés minden negyedik kollégának meg kell majd hozni, a jelenleg is gyógyító 7500 embert érint. Ekkora hiányt, ha ők a nyugdíjellátás mellett döntenek, már nem bír el az egészségügy, ez már a betegellátás teljes ellehetetlenüléséhez vezet. Következik Gulyás Márton a kulturális terület képviseletében. 1, 2, 3! Nem hagyjuk! A szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek áthidalásának eszköze az embereket közvetlenül megérinteni és elérni képes kultúra lehet. Éppen ezért a szerencsalók és dilentánsok térhódítása az érdemi munkát lehetetleníti el. Kerényi Imre. Kerényi Imre propaganda tevékenysége az író szakmák, a könyvkiadási szakmák és a képzőművészet megalázása, az állampolgárok aljasülítése közel 500 millió forintból. Markó Iván érdemtelen kitömése pályáztatás nélkül 155 millió forintból, szintén elfogadhatatlan, és azt üzeni, hogy alkotóművész sem a felelős gondolkodásra, ám de az értékelhető teljesítmény felmutatására sem kötelezhető. Fekete György gondolatai, gondolatisága, Gyöngyösi Márton képviselő vállalhatatlan és visszataszító gondolatainak édes testvérei. Az állami vagyon lerablása és közel 2,5 milliárd forint elstandolása a közös kasszából. Kijelentései, félelmet keltő megnyilvánulásai gátolják a szabad gondolkodást, ezért elfogadhatatlanok. Vidnyánszky Attila, igazgatói kinevezése a Nemzeti Színház élére úgy, hogy a bírálóbizottságban saját beosztottai döntöttek róla, a pártállami időket hozza vissza. Nem hagyjuk! Olyan művészeti és kulturális életre lenne szükségünk,
ahol a valódi teljesítmény számít, ahol az újító, bátor, társadalmiak érzékeny alkotókat támogatják, ahol a pályázati mechanizmusokon keresztül átlátható és tisztességes versenyhelyzetet lehet végre teremteni. Erre lenne szükségünk. Fekete György egykori lakberendező, ma kultúrpápa, Barkács megoldásai, hogyha ellepik otthonainkat, ha ezt hagyjuk, akkor azzal végérvényesen kinyilvánítjuk, hogy hozzájárultunk szellemi kizsákmányolásunkhoz. Ha Fekete György lehet az a Magyarországon, aki megszabja, hogy mi az, ami magyar és kortárs, akkor itt a demokratikus kultúránk maradékai is perceken belül cafatokkal fognak lógni rajtunk. Már a Magyar Művészeti Akadémia önkényes kiemelése is torz lépés volt, merénylet a kulturális és művészeti életünk autonómiája ellen. Ez nem az akadémiai tagokról szól, nem az ön művészeti teljesítményükről. Bármilyen önkényes kiemelése egy önjelölt szervezetnek elfogadhatatlan volna és példanélküli. Ugyanakkor Fekete György átlépett egy határt. Fekete György átlépett egy határt. Kijelentéseivel kiírta magát a demokratikus közéletből. Kiírta magát a demokratikus közéletből, éppen ezért alkalmatlanná vált bármilyen vezető kulturális tisztség betöltésére. Mindezek tetejében a mai napon megtagadta megjelenését a parlament ellenőrző bizottsága előtt. Ez tűrhetetlen, és éppen ezért neki magának és a Magyar Művészeti Akadémia még megmaradt felelős tagjainak az ebből adódó konzekvenciákat le kell vonniuk. Milliók kényszerülnek a minőségi kultúra nélkül élni szerte az országban. És művészeti közéletünknek most nincs lehetősége erre reagálni, mert megmaradásáért küzd. Olyan időket élünk, amikor a legkiválóbbak kényszerülnek gazsulálni azoknak, akiket kizárólag a politikai önkény emelt pozícióba és saját végeérhetetlen önimádatuk. Ma kiveszti látszik az, ami értéke a társadalomnak, hogy átadja helyét a középszer tündöklésének. Véget kell vetni az ideológiai megosztottságnak. Nem válhatunk kollaboránsokká. Nem hagyhatjuk, hogy leraboljanak és kizsákmányoljanak minket. Ez a felelős értelmiség küldetése. Fekete György ma még csak a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 2 hét múlva a műcsarnoké is. Fekete Györgyökből ugyanakkor még szép számmalakat szerte az országban. Így előbb-utóbb mindenhol felüthetik a fejüket, ahol passzivitásunkkal és kushadásunkkal teret engedünk nekik. Ne hagyjuk! Fekete.
Fekete férfi, fekete nő, és fekete, fekete, fekete világ. Fekete fölbe, fekete hegybe, csak-csak a csákját fúr be, fúrod, s mire menj is, bár tintapad apját, még feketében áradt ömbön. Nézd a fű magját, nézd a fa magját, gerve tojását, csiragújút. Fekete, 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 fekete kelme, fekete elme, fekete arc és fekete gond. Fekete ér és fekete vér és fekete belő és fekete csont. Mászik a napfény, vendémáza, annak a színe piktora mind. Fekete belül a földnek háza, nem a fény festi a fekete szín. Karcsú sugár ecsetével nem. Fekete, 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 az anyag rejtett lelke, jaj! Miért fontos az, hogy Magyarországon minden szegény sorba fiatal, a tehetséges gyerek eljuthasson az egyetemre. Nos, arról van szó, hogy akik szegények voltak, akik a tanulmányok számára. Ez azoknak is fontos szerintem, akik egyébként nem kerülnek a házba. Azért fontos, hogy Magyarország Viktor király, vágtad fagolnodán! Thank you.
A nevében átveszük a petíciójukat. Kívánok a szerkesztő Kolyák Adrián, a mikrofonnál Kocsi Zsolt.
középiskolások és egyetemisták demonstráltak Budapesten az Oktatási Államtitkárság épülete előtt. A parlamenthez majd a Magyar Rádió épületéhez vonultak a tüntető diákok. A demonstrációt a Human Platform szervezte. A középiskolás és egyetemista tiltakozók 6 pontból álló petíciót adtak át a rádió megbízottjának. Ebben új felsőoktatási törvényt, a keretszámú 2011-es szintre történő visszaállítását, minden tudományterületen a teljes állami finanszírozást, az elvont források visszaadását, a hallgatói szerződések eltörlését és az egyetemi autonómia helyreállítását követelik. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az országgyűlésben megerősítette, hogy a kormány eltörli a keretszámrendszert, és jövőre mindenkit felvesznek egyetemre vagy főiskolára, aki megfelel a minőségi követelményeknek. A miniszter holnap tárgyal a hallgatói önkormányzatok országos szövetségével a javaslatokról. A kormány szerdán dönt a felsőoktatás tervezett átalakításával. A Szalai utcai demonstráción több ellenzéki párt képviselője is megjelent. Az országgyűlés megszavazta a járásbírósági rendszer felállításához szükséges törvényjavaslati csomagot. Január 1-től a városi bíróságok jogutódjaként járási bíróságok jönnek létre. Elmondja, hogy mi volt bent. Miért van az, hogy a 6 pontot a műsorvezető olvasta fel, a 25 is maradt, és eltem a műsorvezető. Nem a 6 pontot csak a húságért, egy kicsit. Csend, a 9 órás esőként bemondtak minket, hogy tüntettünk, és bemondták a 6 pontunkat. Nem mondták be szó szerint valóban ez a műsorvezető hibája. Tényleg több százan voltak itt. Több ezer! Ébredj, magyar fiatal! Nem engedtek be minket az ATV-be, mert hazug média. A hallgatók egy része az azt mondta, hogy el kellene foglalni egy egyetemet, egy hallgatói formát kellene tartani. Az itt lévőknek egy másik fele pedig inkább azt mondta, hogy be kellene menni, és tulajdonképpen sokkal a hangzatokat. Orbán TV! Fiatalok, ébredjetek! Magyarok! Nem történt meg, most itt várakozok a helyszínen. Értségesek éppen most, amikor már kettő értem vagyok. Egyenlős számban képviseltetik, vannak gimnazisták és vannak egyetemisták is, illetve hát ugye végigkövettük a tüntetőket az egész városon, láttunk idősebbeket is a menetben, tehát vannak itt minden korosztályból. Ébredjetek, magyarok! De te itt is volt az egyik diáklány, aki bement végül is a rádió, itt is van, ő volt az, aki bement a rádióba, ő vitte be a rádióba mindazt, amit követeltek, de végül szerkesztett formában hangzott el a rádióban, ahogy ti is bemutattátok az imént, a hírolvasók foglalta össze. Ezzel elégedetlenek voltak a hallgatók, de végül mindenhol nem történt további esemény. Ez így nem igaz. Kit érdekel, hogy nem igaz? Arra van, ott vagytok Hír TV, nem? Ti vagytok a csicskái, mondjátok meg személyesen. Már ugye nem vagyok senkinek a csicskája, és ezt biztos. Akkor lépjél ki, aztán menj egy tisztességes tévéhez. Semmi értelme. Kuzsina Márta. Mi volt oda bent pontosan? Tehát mi történt? Mit tapasztaltál a rádió épületében? Bementem, folyamatos
gyorsan telefonáltak a hírigazgatónak, segítőkészek voltak, és sikerült ezt elérni, hogy a 9 órás hírekben felolvassák a pontokat, valamint, hogy említésének a kutatással, viszont nem szó szerint olvassák be a pontokat, ezzel a tömegnek problémája volt a plénumnak, úgyhogy a 10 órás hírekben szó szerint fogják beolvasni a pontokat. Tehát azon most már biztosan kaptatok egy ígéretet, ezt megígérte neked valaki oda bent, hogy felolvassák szó szerint? Kaptuk egy ígéretet, hogy szó szerint felolvassák, igen. Jó. Mi fog most történni? Tehát, hogy szerinted mire lehet itt számítani? Azt látom, hogy most már így megfogyatkoztak a tüntetők, beszélgettek majd arról, hogy mit csináljátok, vagy most vége van a mai nap eseménynek, mire számítasz? Nincs vége, a tömeg egy része átvonult a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ahol fogunk tartani. Köszönöm. Mi van Mivel az utóbbi napokban jelentős változásokat jelentett be a kormány, ennek fényében átbeszélhetjük a pontjainkat, a követeléseinket, és azt, hogy tovább is ragaszkodjanak ahhoz, amit Köszönöm szépen, Borsos. Tehát érkezett egy olyan javaslat, hogy legyünk radikálisabbak, és hogyha van egy épület, abban menjünk be. Ezt most megtettünk, bejöttünk egy épületbe. Yeah! És akkor most arról beszéljünk, hogy még milyen épületekbe menjünk be. Volt egy olyan javaslat, hogy a Facebookon nyomassuk magunkat. Nagyon király. Én ezt nem szeretném így lesöpörni, viszont jöjjön egy konkrétabb cselekvési javaslat. Öt kert! Igen.